Túl a számokon napirenden volt többek között a német a lengyel, valamint a roma nemzetiségi önkormányzat tavalyi működését bemutató tájékoztatók elfogadása, valamint a városi mást alapjaiban meghatározó kolorvédi egyokán a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása is. Az idei év költségvetésének megvitatása kapta a legnagyobb teret a február 15-e ülésen. Lövei Zoltán a gazdasági, pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke mindenek előtt leszögezte, a tervezett összhangban áll az önkormányzat gazdasági programjával. Ő valamint Pásztor László és Bukó Géza képviselők, bizottsági elnökök is megköszönték, és méltatták a dokumentum elkészítésében résztvevő szakemberek munkáját. A városatják többségi szavazatával elfogadott költségvetési rendelet az áloga annak, hogy Kazincbarcika folytathassa a már megkezdett utat. Egyrészt a városi fenntartású intézmények, többek között bölcsödék és ovodák, valamint más létesítmények, így például az uszoda stabil működése, másrészt az életszínvonal jelentős mértékben növelő fejlesztések kapcsán. A kiegyensúlyozott, felelős intézményi működést hivatott szolgálni, például az a közel 500 millió forint, melyet a most megszavazott költségvetés a szociális ágazat feladat ellátásához, vagyis a segítségre szoruló városlakók támogatásához rendel. Ezen túlmenően olyan beruházásokat is tartalmaz a 2018-as büdzsé, melyek az életminőséget kívánják emelni. Az említett fejlesztések egy része esetében az önkormányzat valamely elnyert pályázati forrást egészít ki olyan résszel. Példaként itt említhető a egyúti orvosi rendelő felújítása, a kerékpárút újabb három szakaszának kivitelezése vagy az óvoda épületek korszerűsítése. A beruházások másik részét viszont kizárólag a város finanszírozza saját költségvetésből. Ez utóbbi körbe tartozik a közvilágítás korszerűsítése, a járdák rekonstrukciója, az utak rendbetétele, a főtér megújítása, ennek első üteme tavaly ár elindult, de már a második szakasz pénzügyi fedezete is rendelkezésre áll, valamint az új kazinciterek rekonstrukciója, Melyek közül legalább egy még idén megújul. A képviselő testület a különböző javaslatok és tájékoztatók elfogadása után számos indítványt is tárgyalt így például a Nemzeti Ovisport program keretében megvalósítandó, újabb két multifunkcionális pálya megépítéséhez előfeltételként szükséges pályázatok benyújtásának adott zöld utat. A kazincbarcikai összevontovodák Mesevár és Napsugár tagovodája már korábban elnyerte a lehetőséget a multifunkcionális pálya kialakítására, a mostani döntéssel a Nefelejts és a Százszorszép tagovodák pályázhatnak. Az ülésen szó esett a városi sportfejlesztésekről, melyek közül kiemelkedik a vízisportkomplexum. Ez uszoda és tanuszoda funkción túl rekreációs célokat is megvalósít. Nagy örömmel fogadta a képviselőtestület azt a tényt, hogy a kültéri medencék révén a régóta hiányolt strand is betölti majd a vízi A február 15-i testületi ülésről bővebben olvashatnak a hét február 23-ai lapszámában is.